Köszöntöm nézőinket, Önök a Telena magazint látják, Jela Jászmin Grész vagyok. Mutatom, mit kínálunk a következő percekben. Második alkalommal látta vendégül a családokat a Dunamenti Polgári Egyesület. Több mint 180 millió forint plusz kiadása lesz a városnak a magas energiaárak miatt. Jubilált a Mözsiek kórusa. Második alkalommal látta vendégül a családokat a Dunamenti Polgári Egyesület piknik keretében. A szombati rendezvény helyszíne ezúttal is a Tolnai Hold Duna partja volt. A programokra több százan látogattak ki. Minden korosztály megtalálta a neki való programot a Tolnai Hold Duna partján megtartott polgári pikniken. A kicsiket például számtalan elfoglaltság várta. Szerintem a kézműveskedés volt a legjobb. Párnát csináltam én, Luisa pedig ilyen madárjesztőt. Míg a gyerekek játszottak, addig a felnőttek bográcsokban és üstökben készítették a finomabbnál finomabb ételeket. A Szekszárd környéki települések igazán kitettek magukért, ami a gasztronómiát illeti. Kokost főztünk mi. Szeretjük a kokost. És hát nem azért, mert zavarja a falusi emberek nyugalmát a kokost, nem azért vágtuk le, hanem szeretjük, és a társaságunk, az egy nem megosztó étel. Ugye birkát szoktunk legtöbbször főzni, de egy része a vendégeknek az egy megosztó étel. Van, aki nagyon szereti, és van, aki pedig most jöttünk kokossal. Miklós János barátom főzte, hagyományos bogyisztói módon. Ez egy pörkölt, tehát nyilván alá sütött hagymát, aztán és főtt a kokos is. Szerencsére ezek óriási kokosok voltak, ilyen 4-5 kilósok, 3 darab, és hát azért kellett hozzá idő, 3,5 óra, mire most már könnyen falatozható, a comb is elhagyja a csontot. Az egész nap tartó programok során több száz adag ételt készítettek el a résztvevők. A pikniket a Dunamenti Polgári Egyesület szervezte, ők már második alkalommal hívták közös programra a civileket és a családokat. Egyesületünk 2020-ban alakult, 2020 őszén, és hát azzal a cél, hogy közösségi programokat szervezzünk. Családoknak, együtt gondolkodóknak, egymással jobban lévő baráti társaságoknak. Aztán ugye Covid-járvány volt. Ennek tükrében tavaly évben tudtuk tavaly év őszén megtartani az első dupi pikniket, itt Tolnán az Altaripa Szabadidőparkban. Felnőtteknek egy közös főzés programmal, gyerekeknek pedig egy ilyen népi játszótér, uglárovár és minden egyéb gyerekeket izgalomba hozó programokkal. És természetesen úgy zárult az előző, hogy akkor már elhatároztuk, hogy ez legyen hagyományteremtő évről évre, egy őszi időszakban rendezzük meg újra ezt a családi napot. A célunk az volt, hogy mi egy kis létszámú egyesület vagyunk, de próbáljunk meg közösségépítő tevékenységeket szervezni, hol tényleg akár több száz embert is azonos tematika mellett le tudunk ültetni, vagy el tudunk hozni egy ilyen csodás szabadidőparkba. Tehát mi egy kis létszámmal indultunk továbbra, és ugyanez a célja az egyesületnek, hogy próbáljunk meg Szekszárd és térségében közösséget építeni. Innen jött egyébként az egyesületnek az elnevezése is, a Dunamenti, tehát gyakorlatilag itt mondhatom Bátától egész Medináig ezekről a településekről vannak vendégek. Ha nem is mindenki Dunaparti, de gyakorlatilag mindenki a Dunához közeli területen él. A rendezvényen Horváth István, a térség országgyűlési képviselője is részt vett, és arról beszélt, hogy az ilyen rendezvények nagy szerepet töltenek be a helyi közösségek építésében. Az emberek, főleg itt a Covid-ban ráéreztek arra, hogy az közös együttlétnek milyen mentális ereje van, és a magába fordult emberek, amikor kapnak egy kicsit lehetőséget, hogy kinyíljunk és tudjunk másokkal is találkozni, adott esetben jó beszélgetések mellett
az unokákat, a gyermekeknek is, ugye mi programokat szervezünk, illetve a dupisok szerveznek. Ez így összefogja a családokat is. A főzésből természetesen Horváth István sem maradt ki. 250 főre főzzük a vegyes pörköltet, ami körömből, csülökből, oldalasból és lapockából készül, és a lehető legjobb tudásunkkal készítjük. Reméljük, hogy nem kozmál oda, mert azért ez egy sűrű szafton szeretjük készíteni, pont azért, hogy jó ízletes legyen. Bízunk benne, hogy ha elkészül, akkor ez a 250 embert majd meg tudjuk vendégelni. De most is lesz egy vendég, Jeszenszky Zsolt lesz a vendégünk, és ezzel is egy kicsit a délutánt feldobjuk, tehát lesz közélet, lesz kultúra. Tolnán a piknik késő délutánig tartott, a programot közéleti beszélgetés is színesítette. Négynapos munkahét a polgármesteri hivatalban, illetve 20 Celsius fok az önkormányzathoz tartozó épületekben. Csak néhány változtatás annak érdekében, hogy csökkentsék a fűtési költségeket Tolnán. Azonban a takarékossági intézkedések ellenére is több mint 180 millió forint plusz kiadása lesz a városnak a megnövekedett energiaárak miatt. Bár Tolnán már évek óta nagy figyelmet szentelnek arra, hogy az épületeken olyan energetikai korszerűsítéseket hajtsanak végre, amikkel olcsóbbá tudják tenni a működést, a jelenlegi megnövekedett energiaárak mellett további intézkedésekre van szükség. Mindenki előtt ismerte az energiaárak drasztikus megemelkedése, és sajnos szükségesek voltunk, és leszünk is még olyan takarékossági intézkedéseket, ről dönteni, amik olcsóbbá teszik a város működését. Sajnos a több mint tízszeresére emelkedett energiaárak tekintetében már csak megtakarító intézkedésekkel nem tudunk nagyon spórolást elérni, vagy legalábbis a kellő összegű hiányt pótolni. Az intézmények tekintetében egyébként 25%-os energia megtakarítást irányoztunk elő. Ez minden intézmény vezető a saját hatáskörében dönt arról, nyilván a mi segítségünket, tehát nem engedjük el az intézményvezetők kezét, de ők döntik el tulajdonképpen ténylegesen, hogy ezt hogy hajtják végre. Például a polgármesteri hivatal munkarendje meg fog változni, tehát a pénteki munkanapot azt a hétfőtől csütörtökig terjedő napokon fogjuk ledolgozni, vagy fogják a dolgozók ledolgozni, és pénteken egy kétórás otthon dolgozás, vagy egy home office lesz, és akkor gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy fűtési időszakban, ami hát gyakorlatilag már októberben elkezdődött, tehát már ez jelen pillanatban is így van, hogy hétfőtől csütörtökig dolgoznak a hivatalban, és péntektől így akkor egészen vasárnapig, vagy hétfő hajnalig nem kell fűteni az épületet. Ez egy jelentős megtakarítás. Illetve azokban az intézményekben, ahol nem idősek vagy gyerekek tartózkodnak, ott 20 fokra maximalizálják a hőmérsékletet. Ahol gyerekek és idősek vannak, ott maximum 22 fok. Tehát ott ez... Azt gondoljuk, hogy azért az is nagyon fontos, hogy hiszen most már érezzük azt, hogy egyébként 20-21 fokban ülni sem kellemes egész nap és ott dolgozni, de azt gondolom, hogy ez szükséges ahhoz, hogy a városban gyakorlatilag tudjuk a számlákat fizetni. És akkor ne felejtsük el azt, hogy tekintettel arra, hogy ha csak 10-szeres, 11-szeres áremelkedéssel számolunk, akkor gyakorlatilag, hogyha a jelenlegi működési szinten akarnánk, vagy a jelenlegi pénzösszegért akarnánk vásárolni az energiát, akkor több mint 90%-kal kéne csökkenteni, ez nem lehetséges. Úgyhogy meg kell találnunk azokat a forrásokat, amiből a hiányzó összegeket a kötelező feladatok működéséhez hozzá tudjuk tenni. Jelen pillanatban ez folyik egyébként, tehát minden egyes intézményre, vagy épületre intézkedést fogunk hozni, meg fogjuk emelni a bérleti díjakat. Azt gondolom, hogy eddig nagyon kedvezően tudták akár a civil egyesületek, akár a sportegyesületek, akár
másfajta magánemberek is bérelni akár a csarnokokat, akár a magházat, vagy a civil házakat. Ez vélhetően meg fog szűnni, de erről a képviselő testület a későbbiekben fog dönteni. Mivel kulcsfontosságú döntéseket kell meghozniuk, a városvezetés felállította egy munkacsoportot, amelynek tagjai az önkormányzat bizottsági elnökei, a hivatalvezetők, jegyzőasszony és a három intézménynek az intézmény vezetője, a Terena Kft. Ügyvezetője, illetve a hivatal osztályvezetői, alpolgármester úr és én, úgyhogy éppen most tartjuk az első indító megbeszélést, és én azt szeretném, hogyha minden eshetőségre felkészülve több választási lehetőség is lenne, amiből majd a képviselő testület várhatóan október második felébe már konkrét döntéseket is tud hozni. Ezt készítjük elő jelen pillanatban. Nem könnyű, hogy esetleg létesítményeket, itt most főleg a kultúra tekintetében, mert ugye az nem kötelező feladat, vagy legalábbis csak egy része kötelező feladat. Tehát nyilván bölcsödét, óvodát, védőnőt nem tudunk bezárni. Tehát azt kell megnéznünk azokat az épületeket, ahol esetleg nem volna olyan tragikus, hogyha egy-egy épületben a fűtési szezonban nem folyna tevékenység. A polgármester elmondta, hogy abban az esetben, ha az előírt intézkedéseket minden intézményben maradéktalanul betartják, akkor is több mint 180 millió forint plusz kiadása lesz a városnak. Ezt a 170-180 millió forintot, és ezt úgy mondom, hogy vannak olyan nagyobb létesítmények, amire egyelőre nem kaptunk ajánlatot a szolgáltatótól, tehát nem tudjuk, hogy mennyire fogjuk ezeket a fűteni. Értem itt a sportcsarnokokat, a pittypangóvodát például, vagy a lovardát, magházat. Tehát itt még nem is tudunk számolni semmivel. Amikor ezek a számítások történtek, akkor 1300 forint per köbméter árral számoltunk, és akkor egy 170 millió forint hiányzott körülbelül. Ez várhatóan ennél magasabb lesz. Ami még fontos egyébként az energia csökkentés szempontjából, a közvilágítás. Korábban döntött a képviselőtestület arról, hogy ledesre cseréli a jelenlegi közvilágítási lámpatesteket. Ezzel eleve egy 44%-os megtakarítás lesz egyébként a fogyasztásban. És most döntöttünk arról is, most még a tervezés fázisa folyik, és most van mód döntenünk arról, hogy esetleg még további fényforrásokat akár kiiktassunk, akár pedig a fényerejüket csökkentsük. A képviselőtestület arról döntött, hogy azon felül, hogy mindegyiket nyilván ledesre cseréljük, a éjjel, éjfél és hajnali 4 óra között egy 70%-ra való visszatekerést gyakorlatilag, ezeket a lámpatesteket már így fogják legyártani, tehát így egy további 10%-os megtakarítás érhető el, ami, hát ezek az árak mellett itt is ilyen 170 forint plusz áfa plusz rendszerhasználati díj 1 kilowattóra közvilágítás működtetése, tehát nagyon-nagyon sok pénzről beszélünk összességében, és mint ahogy a lakosoknak otthon a saját háztartásukban, ugye az önkormányzat is még egy sokkal drasztikusabb áremelkedést szenvedett el, úgyhogy én azt gondolom, hogy mindannyiunknak belátással kell lennünk, és hát remélem, hogy túléljük ezt a várhatóan másfél-két évet. Ezek mellett más fontos döntések is születtek, többek között, hogy 1,5 millió forint értékben fognak fásítani a város különböző pontjaim. Van egy munkacsoport, ami a Virágos, Tolnáért és Mözsért dolgozik, és ők tettek javaslatot arra, hogy hol történjen a fásítás. Erről majd nyilván a későbbiekben be fogunk számolni. Valamint az is örömteli, hogy a Német Nemzetiségi Önkormányzat kért egy 2 millió forintos keretösszegű támogatást tőlünk azért, hogy a volt Mözsi napközi épületében egy alkotóházat alakítsanak ki. Nagyon fontos az, hogy a németség, a mözsi és a tolnai németségnek legyen egy otthona, és hogy nevezhetjük ezt alkotóháznak, vagy múzeumnak, vagy közösségi térnek, de ahhoz, hogy a német hagyományokat ápolni tudjuk, vagy tudják,
ehhez kell egy hely, és akkor mi most ehhez egyelőre 2 millió forintos keretet biztosítottunk. És volt még egy döntés, ami részben örömteli, részben nem. Itt az önként vállalt egészségügyi feladatokról van szó. Sajnos kénytelenek voltunk megemelni ezeknek a díjait. Tehát ez azt jelenti, hogy az eddig 200 forintos vérvételt október 1-től 500 forintra emeltük, a fizioterápiát 1000 forint per alkalomra, és az életmód tanácsadást 500 forint per alkalomra. Továbbá a rendelet személyi határát a képviselőtestület kiterjesztette Fadra, illetve Fácánkeltre is. Ennek értelmében utóbbi településekről is várják a betegeket a Tolnai Egészségházba. Most a rövid reklám következik, majd a Mözsi Bartók Béla kórus jubileumi hangversenyére látogatunk. Maradjanak velünk, mindjárt folytatjuk a Telena magazint. Autója elromlott? Kötelező szervizre van szüksége, vagy csak ellenőriztetni járműve állapotát? Akkor keresse az Antal Service Kft-t, a Bosch Car Service hálózat partnerét. Autóját prémium minőségű Bosch alkatrészekkel javítjuk. Bosch Assistance szolgáltatásunk keretében meghibásodott járművét ingyenesen beszállíthatjuk. Vállalunk továbbá műszaki vizsgáztatást, eredetvizsgát, teljes körű számítógépes diagnosztizálást, gumijavítást, centírozást, benzines befecskendezők javítását, klímafeltöltést és javítást. Új szolgáltatásaink automata váltó olajszerviz professzionális átöblítéssel, üzemanyag és szívórendszer tisztítás, porlasztók bevizsgálása alacsony és magas nyomású rendszerekre. Gyors, precíz ügyintézéssel, helyszíni biztosításkötéssel, nagy szakértelemmel vár mindenkit az Antal Service Kft. Tolnán a Szedlesi utcában. Telefon 74-es körzet 540-703. Jogosítványt szeretne? Kapcsoljon velünk turbófokozatra! Autós iskolánkban moped, motorkerékpár, személy- és tergépkocsi, valamint nehéz pótkocsi kategóriában állunk rendelkezésre gyakorlott oktatókkal. Klimatizált tantermeinkben számítógépen zajlik a vizsgafelkészítés, de vállalunk távoktatást, e-learninget is az összes kategóriában. Részletfizetés lehetséges. 20 éves korig 25 000 forintig állami támogatás is igénybe vehető. Kapcsoljon velünk turbófokozatra, Turbóautós iskola Tolna, Deák Ferenc utca 5. A DKC Hungária Kft. Tolnai telephelyére önálló munkavégzésre alkalmas munkatársakat keres, lézervágó, lyukasztó, gépkezelő kiemelt bérezéssel 3 műszakos munkarendben. Gépkezelő, gyártástechnológus munkatársat, gépészmérnöki vagy gépésztechnikusi végzettséggel. Ha elmúltál 18 és szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkezel, ha vállalnál egy-két műszakot és fontos számodra a pontos munkavégzés, akkor önéletrajzoddal az ildikó.valone@dkchungaria.com e-mail címen jelentkezhetsz, vagy személyesen a 7130 Tolna belterület 970/110-es szám alatt. Barátok, tisztelők, egykori kórustagok is a nézők között voltak a megalakulásának 50. évfordulóját ünneplő Mözsi Bartók Béla kórus jubileumi koncertjén. Az ünnepségen felszólaló Appelszófer Ágnes polgármester azt mondta, egy civil szervezetnek pusztán fennmaradni is nagy dolog ennyi időn keresztül, de folyamatosan magas szinten teljesíteni, ez tágabb kitekintésben is nevezhető példátlannak. Bár a Mözsi Bartók Béla kórus megalakulása hivatalosan 1972-re datálódik, a közös éneklés hagyományának megvoltak a maga előzményei is a településen. Korábban már létezett egy vegyes kar ugyanilyen névvel, aminek Ferenc József volt a vezetője, és amit 1956-ban politikai nyomásra meg kellett szüntetni. Aztán 72 őszén Schmidt Józsefné indította útjára újra a kórust. Kezdetben az iskolában a gyerekek között szervezkedett, majd a gyerekek szülei is bekapcsolódtak a munkába, és így alakult meg újra az énekkar. Természetesen egy ilyen ünnepen az alapítóról is megemlékeztek, mi mással, mint egy dallal. Mi
cél nem változott az 50 év alatt sem. Részben a közös éneklés öröme, részben a közönség elé tárni egyfajta értéket. És az külön ízt adott a napnak, hogy a zene világnapján ünnepelhették a jubileumot. Számunkra ez nem csak a zene világnapját jelenti, hanem a kórusunk életében egy történelmi esemény, hiszen 50 éves fennállását ünnepli a Mözsi Bartók Béla női kar. Ha visszatekintünk erre az 50 évre, ugye ez egy ember életében is hosszú, nemhogy egy civil szervezet életében. 35 évig Schmidt Józsefné volt a kórus karnagya, egy kicsit családban maradt a kórus, 15 éve én jó magam vezetem, én örököltem meg ezt az értéket, amit nagy-nagy megbecsülésben igyekeztem tartani, és a kórust megőrizni a mai alkalomig. Egy igazi örömzenére készülünk. Olyan darabokat választottunk, amelyek felölelik az 50 év legkedvesebb, legközkedveltebb, legnépszerűbb műveit. Bő a repertoár, nagyon nehéz dolgunk volt a válogatásban, de nagyon nagy örömmel és lelkesedéssel készülünk. A tagok véleménye szerint az összetartó erő a mai napig a zene szeretetében keresendő. Erre mondják a kórustagok, szükség van, ez hajtja őket minden nehézség ellenére a következő kihívások leküzdésére. Sikerült a kórus életében jelentős előrelépést tennünk. Itt azért megemlíteném, hogy aranydicsérettel, minősítéssel, gálakórus minősítéssel rendelkezünk. A mai világban ezt nagyon nehéz produkálni, összehozni. A kórus a megyei kórus élet egyik legismertebb együttesévé vált, és nem csak megye, vagy megyeszerte, megye határon túl is, de országosan is elismerté váltunk. Komoly szakmai munka folyik, és mi igyekszünk a hagyományos kórus irodalmat reprezentálni, közönség elé tárni, egyfajta értéket közvetíteni, és úgy gondolom, hogy egyfajta ízlésvilágot is kialakítani. A jubileumi koncerten beszédet mondott Apelszófer Ágnes Tolna polgármestere is, aki maga is tagja volt az énekkarnak. Akkor, amikor alakult, akkor Mözs még önálló település volt, tehát a mözsi kórus, az most ugyan már tolnai kórus lett belőle, de hát mözsükben még, vagy nevükben mégiscsak mözsiek, és nyilván nagyon meghatározza a város életében egy civil szervezet, ami 50 éven keresztül működni tud és együtt tud maradni, és nyilván nagyon meghatározó az is, hogy van egy közösség a város életében, aki színesíti a város kulturális és művészeti értékét. Nem könnyű ma közösséget szervezni, főleg nem könnyű olyan közösséget szervezni, ami valami kulturális és művészeti tevékenységet végez, hiszen az emberek a saját maguk szórakoztatására talán szívesebben jönnek össze most a mai világban, és kevesen vannak azok, akik egyébként nagyon, nagyon fáradtságos munkával dolgoznak azon, hogy másoknak is örömet okozzanak. Ez a kórus, ez ilyen kórus, és én nagyon-nagyon remélem, hogy az 50 év az nem a vége, hanem csak egy megállóhelye, vagy egy állomása a kórus életének, és remélem, hogy lesz az 50 után 55 és esetleg 60. születésnapja is a kórusnak, és nagyon remélem, hogy a többi művészeti együttes is a városban legalább ilyen szép kort megér. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!